Azért szeretek sütni, mert emlékeztet a családomra. És ez örömet okoz nekem. Az életemről talán annyit tudnám mondani, hogy már gyerekkoromban nehéz volt, és gyerekkoromtól kezdve megkülönböztetésben volt részem a roma származásom miatt. Férhez mentem elég korán, született 4 gyerekem. A volt férjem bántalmazott, emiatt külön váltunk, ő bírósági úton megszerezte a gyerekeimet, és hogy ügyvédet tudjak fogadni, belementem a szexkereskedelembe. Ezután fogva tartottak 2,5 éven át, ahol minden nap megaláztak, megvertek. Naponta többször megerőszakoltak. Onnan sikerült elszöknöm. Úgy tudtam kijönni Kanadába. Itt pedig, mint refugee, kaptam ügyvédi segítséget a klinikától. Az emigrációs ügyvédem itt, ő pedig megcsinálta nekem az egészet. Időt, fáradtságot nem kímélve, amiért én nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm, mert különben nem hiszem, hogy lett volna esélyem az emigrációs tárgyalásomon nélküle. Az, hogy szabadon élhet az ember, és nincs az, aki bántsa, nincs az, aki terrorba tartsa, az a legnagyobb szabadság a világon. Az életem az ott tart, hogy lehet alapokat építeni a jövőbe. Újra erőt kaptam, értelmet kaptam ahhoz, hogy igenis muszáj tovább menni és tovább lépni.